A csapat új vezetőedzője, Sranc Balázs azt mondta, olyan játékosokat szeretne faragni, akik nem adják fel, és a pályán is ezt látni, akiket akaratban egyik csapat sem tudja felülmúlni. Folyamatosan azon vagyunk, és nem szeretnék, és nem is leszek olyan edző, aki a kifogásokat keresi, viszont ahogy a Zema is elmondta, nem volt túl optimális a felkészülésünk. Viszont az itthon maradottak, hogyha lehet így fogalmazni, ők nagyon, nagyon rendesen, becsülettel beleálltak a munkába, és ez alatt a két hónap alatt felvették azt a ritmust, felvették azokat a taktikai elemeket, amiket a jövőben alkalmazni fogunk. A Duhern Alpin felnőtt csapata már a nyár közepén megkezdte felkészülését. Összesen több mint 30 edzésen és 7 edzőmérkőzésen vannak túl a fiúk. Az előzőleg nagy sikereket elérő csapat magját egyben tudták tartani. A távozók létszámát minimálisra csökkentették, hiszen összesen 3-an mentek el, és sikerült 2 új játékost igazolni, az utánpótlás korosztályból pedig 4 játékost felvinni a felnőttekhez. Jó időszakon vagyunk túl az elmúlt másfél lassan 2 hónap tekintetében, ami nagyon nehéz időszak volt a mi életünkben, a felkészülés szempontjából. Összesen 5 játékosunk van, aki válogatott kerettag, és a válogatott programja, a program úgy alakul, hogy a válogatott nagy örömünkre egyébként, egyik szemem sír a másik nevet, hiszen nincsenek velünk, de nagy örömömre a válogatottban vannak, és EB pótselejtezőn vesznek részt pont a napokban. Ennek az EB pótselejtezőnek az első felvonásán már túl vannak, Lengyelország ellen megvívott sikeres győztes mérkőzés után, pont a holnapi napon kerül sor a visszavágóra Lengyelországban. Az önkormányzat képviseletében Hingyi László elmondta, hogy nagyon büszke a dunajvárosi futsal csapatra, mert megalakulásuk óta komoly sikereket érnek el, ami nagy öröm a város vezetői számára is. A csapat természetesen továbbra is élvezi Dunajváros vezetésének bizalmát és támogatását azért, hogy az idei szezonban is minél jobban szerepeljen és növelje városunk hírnevét a sportéletben. Nagy örömmel szolgált most a Szemanko úr beszámolója, és úgy érzem, hogy Dunajvárost pedig a városság bizalmát továbbra is élvezni fogják, ugyanis hogy már 4 éve alakult sportegyesület az elsőben, ugye fölkerült az első osztályba, azóta szinte az első 3-ba szerepel, több válogatott játékost, és mintha halljuk a hírekbe, hogy elég sok fiatalt toboroztak ahhoz, hogy Dunajváros utánpótlása meglegyen a futszál szeretetben. Úgy érzem, hogy ennek a városnak, mint minden sportágat támogató város, sportegyesületeket támogatja, úgy érzem, ez is egy fontos szerepe a városban a fiataloknak a működtetésében. A dunajvárosiak első bajnoki mérkőzésüket október 2-án hétfőn 19 órától játsszák hazai környezetben, ahol a fiúk a Berettyó Újfalu csapata ellen lépnek majd pályára. Ezen a megmérettetésen mutatkozik be hivatalosan a 2 újonnan igazolt játékos, Bánfalvi Balázs és Pál Patrik is.